Sziasztok, Kömke vagyok. Három házat voltam megnézni egy vevőjelöltnek egyszerre, egymás utára szervezve. Ebből egy új építésű volt, kettő pedig kádárkocka. Az új építésről lesz szó egy külön bejegyzésben, mert külön részt is érdemel, meg gyökeresen eltér a másik kettőtől, ezért nem annyira összehasonlítható. Amit tudni kell azért, hogy az új építés azért merült fel egyáltalán, egyrésztről mert készen van, másrésztről mert új építés, harmadrészt pedig belefér abba a kb. 85-90 milliós keretösszegbe, amiben gondolkodott a fiatal kisgyerekes pár. Megnéztem, rohadtul nem volt jó, külön videóban majd beszámolok róla, hogy miért is volt ezzel, illetve miért is, és mi is volt a probléma vele. Nézzük a két kádárkockát. Az egyik az egy lényegesen olcsóbb, mondhatjuk, hogy 25%-kal olcsóbb volt a másiknál, az olcsóbbikat néztük meg először. Tipikus kádárkocka, tehát durván 9x8-as belső négyzetméterben belső méret, tehát azt lehet mondani, hogy 75-77 négyzetméter hasznos alapterületű kádárkockáról van szó. A kő lábazattal, egy jó 90 centit kiemelve a talajból, 283-as belmagassággal, ez majd fontos lesz a későbbiek során, betongerendás födémmel, palafedéssel, sátortetővel. A telek az egész jó méretű volt, 1000 négyzetméteres, jó helyen is van, nagyon fontos, majd a másikhoz képest főleg jó a tájolása az ingatlannak, tehát az tipikus kádár kocka, utcafronton van két nagy szoba, mögötte egy folyosó, a mögött pedig a konyha, meg az egyéb dolgok. Nap az a utcafronti szobák felől keleten, értelemszerűen, és végig süti az egész házat oldalról, amíg le nem nyugszik az épület mögött. Tehát ez gyakorlatilag a legideálisabb tájolás benapozottság szempontjából egy ingatlan esetén. Ami fontos még, hogy a pár az háromszobás ingatlant szeretne ebből kialakítani, vagy azt szeretne egyáltalán vásárolni, plusz értelemszerűen nappali konyha, étkező. Ez a mai modern igényeknek és viszont a kisméretű szobáknak megfelelően ez ilyen 105-110 négyzetméterből hozható ki rendesen, amiben nem az van, hogy van egy 25 négyzetméteres nappali konyha étkező, hanem tényleg van egy 40 négyzetméter, ahol a család tud lakni. Az előbb említettem, hogy ez az ingatlan, ez ilyen 75-77 négyzetméter, tehát 30 négyzetmétert hozzá is kell toldanunk az épülethez. Az épület mindenben tipikus kádárkocka, tehát geréptokos ablakok vannak, fűtési rendszere nagyon régi, betontálcás, salakos födén van rajta, mint említettem, palafedés, ennek megfelelő tetőszerkezettel. Ami érdekes módon egyébként, a palafedés alatt a tetőszerkezet tök jó állapotú, és nagyon jó masszív gerendákból van. Annyi hibázik, hogy 110 centinként vannak a szarufák, tehát az minden más fedésre már nem lenne jó, de az átalakítás során amúgy is tetőcserével kell számolnunk. Ugorjunk egy kicsit a belmagasság kérdésére, pláne, hogy említettem, hogy kő lábazatú az épület. A kő lábazat az azt jelenti, hogy a főfal alatt szélesebb maga a lábazat alaptestje. A mérések alapján, meg az egyéb látszó szerkezetek alapján úgy csinálták meg az egészet, hogy megcsinálták a kő lábazatot, onnan elindították a falakat fölfelé, és végül a kőlábazat tetejéről indult egy ajzatbeton végig a helységekbe. Minden helység, hála Istennek, ajzatbetonos, tehát a parketta alatt is betonozott réteg van. Ezt is le tudtam ellenőrizni, meg tudtam nézni. Belmagasságunk így 283. Mivel, hogy nincsen a mérések alapján, és egyébként sincs a padlóban se hőszigetelés, se vízszigetelés, megfelelő komfort érdekében ezeket ki kell alakítani, ezeket a rétegrendeket. Ennek kétféle módja van. Az egyik az az, hogy a jelenlegi ajzatot teljesen felvéssük, lemegyünk
25-30 centit. Szerelőbeton, bitumenes vízszigetelés, minimum 10 centi hőszigetelés és egy ajzatbeton, esetlegesen padlófűtéssel, valamint a burkolat. Ott hibázik a történet, hogy a kő lábazat az szélesebb, mint a fal, és fölötte már csak az ajzatbetonunk van. Tehát hiába is mennénk lejjebb, akkor is van a falaknak egy válla a belső oldalon, amit figyelembe kell venni, nagyon nehéz ott megfelelő hőszigetelést, illetve nem nehéz, inkább úgy mondom, hogy macerás. Tehát nagyon tökölös, nagyon sokat kell vele foglalkozni, hogy a vízszintes bitumenes vízszigetelés az körülbelül 20 centivel kerül lejjebb, 15-20 centivel kerül lejjebb ennél a kő válnál, és ott még fel kell hajtanunk a vízszigetelést, hogy összeérjen a fal alattival. Ott megfelelő felületképzést kell csinálni, mellé betonozni, kizsalúzni, ott megfelelő anyagot használni magára a vízszigetelésre, macerás. Mi a másik opciónk? Másik opció az, hogy a meglévő ajzatot felhasználjuk kvázi szerelőbetonnak, vízszigetelés, hőszigetelés, ajzatbeton. Ebben az esetben 18 centit elveszítettünk a belmagasságból, 283-ból maradt 265. Igen ám, de arra még figyelemmel kell lennünk, hogy a mostani födémünk az egy vakolt födém, aminek a vakolata egyrésztről rommá fog repedni, ez a jobbik eset, ha csak rommá reped, valószínűbb, hogy le is fog esni. Ugyanis leveszik róla a tetőt, teljesen más terheléseket, kiveszik a válaszfalakat, teljesen más terheléseket fogunk újakat okozni az épületen. Ezáltal biztos, hogy az egy méterenként rakott födémgerendák valamilyen szinten mocorogni fognak, és ez repedéseket okoz. Ha meg is ázik ráadásul fölülről, mert nem jön az ács vagy hasonlók, le is fog ázni ez a vakolat. Nagyon nehéz normálisan visszavakolni, és homogénen visszavakolni egy ilyen födémet. Nagyon könnyen visszajöhetnek a hajszárrepedések. Emiatt is szoktunk gipszkarton álmennyezetet javasolni. A másik oka az, hogy ebbe lehet akkor mennyezetfűtést rakni, rejtett lámpákat, stb. Stb. Ennek viszont van szintén helyigénye, 10 centi. 8-10 centi. 265-ből 10, 255 maradt belmagasságnak. A kérdés az, hogy ez elfogadható-e a tulajdonosok részére. A magyarországi minimum szabvány lakótér esetében 250-et ír elő, tehát szabvány szerint megfelel, viszont a valóság az, hogy családi ház szinten 260 alá nagyon nem szoktunk menni belmagassággal, egyszerűen összenyomja a tereket, pláne hogyha egy nagyobb térről beszélünk. Tegyük félre. Voltam nemrégen egy olyan szintén kádárkockát megnézni, ahol ezek a belmagasságok nem jöttek össze. Ugyanis ott alatt a pince volt az épületnek, jó része alatt. Kicsi volt eleve az induló belmagasságunk, és még abból olyan álmennyezetet kellett volna, olyan álmennyezeti vastagságot kellett volna levinni, ami be elfér a szellőző cső, ugyanis gyerek asztmás, stb. Kell központi szellőztetőrendszer, minimum 18 centi fölülről, minimum 18 centi alulról, elveszítettünk 36 centimétert, a körülbelül mostani 260, azt hiszem 262 volt, nem megoldható, födémcsere. Nem vicces történet, se pénzben, sem időben, se egyebekben. Tehát nagyon fontos az, hogy mennyi az induló állapotunk, van-e alatt a pince, meg akarjuk-e hagyni alatt a pincét, mit akarunk csinálni alul-fölül, mert ezek olyan dolgok, ami később sok-sok-sok milliós plusz kiadást jelenthet. Van például az Uponornak egy Minitec nevezetű rendszere, ami padlófűtést lehet csinálni, akár már 3 centi vastagságban. Tehát ezt a 18 centit, amit az előbb mondtam, ezt mondjuk le lehet redukálni ilyen 10 centire, mert 6 centi XPS-sel már elérhető egy olyan padló hőkomfort, ami nem hideg, oké, jelentősebb lesz a hővesztessége a padlófűtésnek, de ennyit azért el lehet fogadni. De ezeket mind tudni kell, ja, és nagyon fontos, az Uponor Minitec rendszere, az csak ez a rendszer a vékony ágyazatú esztrikkel annyiba kerül, mint az egész komplett padló rendszer normál
rétegrendekkel felépítve. Sok. Hol tartottunk? Alapterület. Lakó épületből kihozható, tehát egy ilyen 72-75 négyzetméter hasznos alapterület, és akkor még van igényünk egy 30 négyzetméternyi bővítésre. Jelenlegi épületnek a komplett felújítása, amiben benne van a padlófelújítás, fűtési rendszer, nyílászáró, külső hőszigetelés, burkolatok, vízcsere, vízvezeték rendszercsere, villanyvezetékcsere, födémhőszigetelés, minden az ég egyet a világon, magyarul kulcsra készen egy épület. Az ilyen 250 ezer forinttal számolható hasznos négyzetméterenként, 75 négyzetméterre az 20 millió forint. 2-3 millió forinttal kell számolni a bontásokra. Vannak melléképületek is, tetőt is el kell bontani, válaszfalakat is ki kell ütni. 2-3 millió forint a bontás. Tetőt újra kell csinálni, mert ez a szarufa osztás az nem megfelelő az egészre. 150 négyzetméter tetőfelület az 50 ezer forintjával számolva 7,5 millió forint. És a bővítésre lehet számolni egy ilyen 400 ezer forintnyi négyzetméterenkénti költséget, az még 12 millió, tehát ott tartunk, hogy egy ilyen 105 négyzetméter hasznos alapterületnél 42 millió forint jött ki a felújítási költségre. Emellé van a vételár, tereprendezés, kerítés, minden egyéb, ami az épületen kívül van. Ebből egy nagyon jó energiatakarékos, mai modern követelményeknek megfelelő lakóépület kihozható. A vételárat azt meg kell próbálni lealkudni, vagy lejjebb alkudni, ilyen 40 millió köré, és akkor azt lehet mondani, hogy egy jó ráhagyással 90 millióból egy nagyon jó alapterületű, földszintes lakóépület kialakítható. A telekkel kapcsolatban kettő negatívum van. Az egyik az az, hogy ha igény van garázsra, egy egybeállásos garázs az épület mellé még odarakható, pont egyébként a bejárati oldalt zárná le ez valamilyen szinten, tehát nem a legjobb dolog, vagy pedig a épület mellett elsuhanva szépen hátul akár két beállásos garázst is, de ebben az esetben végig kell térkövezni az udvart, folyamatosan takarítani egyebek. Tehát ez egy macerás történet tud lenni, ez az egyik negatívum. A másik negatívum az az, hogy a jelenlegi lakóépület az a mesdjén áll, tehát közvetlenül a telekhatáron, nincsen mellette rész, telekrész. Ez azt jelenti, hogy azt a falat, ami a szomszéd felé néz, nem lehet hőszigetelni egészen addig, amíg a szomszéd írásban hozzá nem járul ahhoz, hogy oda akár 10 centi, 15 centi, 20 centi, mindegy, ezt le kell írni, hogy mennyit engednek, hogy ennyi hőszigetelést felrakjon. Én azt mondtam a vevőjelöltnek, hogy ezt az adásvétés szerződésig be kell szerezni ezt a papírt, hogy írásban hozzá erről a szomszéd. Ugyanis egy, nem szabad hinni az adott szónak, kettő, ha meg is ígéri, de nem írja le, az megint csak egy lútré lehet. Legyen kéznél ez a papír, úgy szabad ajánlatot tenni erre az ingatlanra, hogy ez a feltétele a megvásárlásnak, hogy a szomszéd írásos hozzájárulást adja, hogy nem Jóska Pista hőszigetelheti azt a házat, hanem ennek a helyrezi számú ingatlannak a oldalfali hőszigeteléséhez ilyen vastagságban hozzájárul. Erre hála Istennek a jogi környezet már biztosított, korábban nem volt egyébként, tehát korábban nem lehetett a szomszéd felé hivatalosan átszigetelni, ha a szomszéd hozzájárult, az oké, de ha a következő héten azt mondta, hogy mégsem, akkor vissza kellett bontani a hőszigetelést. Nem volt vicces egyáltalán. Most annyi van a jogszabályban, hogy ha a szomszéd írásos hozzájárulását adja, akkor megengedett. Tehát ez egy nagyon fontos kitétel az ilyen épületek esetében. Ugorjunk át a másikra. Átmentünk a másik épületre. Drágább 10 millióval, kívülről le van hőszigetelve, műszakilag gyakorlatilag szinte ugyanaz, mint az előző kádárkocka, tehát geréptokos nyílászárók, vastagcsöves fűtési rendszer, itt van egy vegyes tüzelésű kazán is a történetben, ugyanúgy betongerendás födém, csak éppen nem az utcával párhuzamos traktusok vannak, főfal traktusok, hanem az utcára merőlegesek, sokkal szarabb egy ilyen épületet átalakítani a főfal miatt.
Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez az épület egyébként egy picivel nagyobb volt, tehát egy olyan 10%-kal nagyobb volt, mint az előző. Viszont a belső főfalak alulról nedvesednek, méghozzá nem is olyan kis mértékben, mert a vakolatot már elég szépen ledobta magáról. Ez két okra vezethető vissza, vagy a vizes blokknak a lefolyói eresztenek, és abból az folyik oda az épület alá, és azt szívják fel a falak. Vagy pedig egyszerűen nincs falnedvesség, szigetelés a falak alatt, és a talajpárát szívja fel az egyébként viszonylag kiemelt lábazatú épület. A belmagasság itt is 289 centi, tehát azt lehet mondani, hogy oké. A tetőszerkezet az cserépfedéses sátortető, viszont rovarok rohadtul megzabálták a faszerkezetet. Tehát ennél, az előző épületnél érdekes módon még azt mondtam volna, hogy ez a palafedés akár 20 évet is kibírhat ezzel a tetőszerkezettel. Ennél az épületnél azt kell mondanom, hogy 5 év múlva kuka, cserélni kell az egészet kompletten, akármi is történik az aljával. Az épület mögött voltak nagy, jobb melléképületek, garázsok, műhelyek, egyebek, ilyen-olyan állapotban, lényegtelen. Ez az épület is szintén határmesdjén áll, tehát itt is hiába van rajta a 4 centi jelenlegi hungarocell, akkor is kell a szomszédtól a hozzájárulása ahhoz, hogy oda rendes méretű hőszigetés felkerüljön, ez az egyik. A másik viszont, hogy ez a ingatlan, tehát ez a telek, ez pont ellentétesen van tájolva, mint az előző. Tehát a nap ott kell fel, ahol a majdani nappali konyha étkező bővítmény lenne, és ilyen délután 2 körül már semmiféle fény nem jut az épület mögé, hanem az utcafronti szobákat kezdi el sütni a nap, és ott is nyugszik le. Tehát rendkívül rossz a tájolása ennek a teleknek, ez az egyik nagyon nagy ellenérv, a másik a főfal vizesedése, a belső főfalak vizesedése. Harmadik pedig az, hogy egy nagyon nagy ipartelep van az ingatlantól, azt kell mondanom, hogy 100 méterre. Ez egy régi szovjet laktanyának a területe, ami mindig is ipari tevékenységre volt számva a helyi építési szabályzatban, és nincs korlátozva, hogy milyen tevékenység zajlódhat ezen a területen. Tehát ez lehet akár logisztika, ami mondjuk nagy forgalommal jár, lehet csendes gyártevékenység, de lehet szennyező gyártevékenység, zajos tevékenység, bármi lehet a későbbiek során, nem annyira szerencsés. Egy pozitívuma van azért a teleknek, 2 utcás. A főbejárati rész az van nyugat felé, és a másik utca felőli bejárat, kialakítható bejárat van kelet felé. Tehát ilyen szempontból gépkocsi elhelyezés az a keleti oldalról be lehetne jönni egy kapubejáron, és akkor a telek végében ott van 2 beállásos garázs, nem kell átmenni az egész udvaron. De mondom, itt a telek tájolása az egy én szempontom, tehát tervezői szempontból, meg szerintem élhetőség szempontból is nem ideális egyáltalán. Úgyhogy ez egy negatív, a másik negatívum, illetve a többi negatívumot említettem, és akkor még plusz egy, hogy ez 10 millióval drágább, mint a másik. Semmi nem indokolja egyébként magát az árát, tehát rosszabb a fekvése is, tájolása is, műszaki paraméterekben gyakorlatilag ugyanaz, mint a másik, sőt, elrendezés szempontból rosszabb is ráadásul. A 3 ingatlanból az új építését azt kilőttem, majd meghallgatjátok a másik videóban, hogy miért. Ezt a utoljára nézett 3. kádárkockát, mármint 2. kádárkockát, 3. ingatlan, pedig alapvetően, ha ezt néztük volna meg, akkor is ugyanezeket elmondtam volna, a rossz tájolást, a belső vizesedést, meg minden, de nem tartanám elvetendő dolognak. Viszont a 2 kádárkocka közül az első kádárkocka, tehát a 2. ingatlan, amit megnéztünk, az sokkal-sokkal jobb. Árban is, fekvésben is, bővíthetőségben is, egyebekben. Ez a videó fog előbb kikerülni a 3 ingatlan nézésből, és majd közvetlenül utána ki fogom rakni az új háznak az építését is, illetve az újház vásárlásnak a szemléjét is. Tartsatok ott is velem. Sziasztok!